Jó, na. És akkor kapcsoljunk egy villanyt, érted? Egy villanyt. És akkor hanyadika van? Várjál. Hát lehet, ó, megfordítottam a naptárt. Istenem, jó atyám. Várjál már. Június, izé, 25-e van, Vilmos napja, 2019. Na és akkor csinálok egy kis videót magamnak, csak ugye magam szórakoztatására, hogy majd jó legyen az unokámnak. Itt van a kuka, a seprű, meg a fertőlő. Kicsit lassabban megyek, azon vasalunk, az ablakon mindig nyitva szokott lenni. Igen, még éjszaka is, mert olyan meleg van amúgy. Az az ágyikom, egy személyes, ez az én szobám. Az egy izé, egy lámpa, az a laptop. Holnap bepöztölni fogok. Hát de itt a tévém, bár nem szoktam nézni tévét, de hát azért kell tévé, nem? Na jó, lekapcsoljuk a villanyt, megyek tovább. Hát nem szoktam magamba beszélni, az igazság, ez Dominika virágai, Rolikával elpakoltattam a piát, az igazság, mert hát szoktak itt bejönni, érted? És akkor meglátják, ez Dominika virágai, az a porszívó, ebbe várjál, mert ebbe van egy csomó jó rongy, várjál, mert belelóg a tok, ebbe van egy csomó jó rongy, jönnek haza Dominikáik, azoknak tartogatom, ebbe meg van egy táska édesség, meg motyó, meg minden. Várjál, látod? Táska édesség, ezt viszik ki Ausztriába. Aha. Na, jó van, majd megcsinálom, ha befejeztem a videót. Na, az ott Rolikának a horgász felszerelése, ezek a virágok. Hát ott szoktam elbújni enni, mert ott lakik a volt férjem. Igen. Hát, én meg itt szoktam kijönni, inni, hogy addig is mozogjak. Na, érted? Van ilyen záram, érted? Ilyen záram. Na, jöjjünk. Ott van Bálint, Dominika cicája. Bálint, szoktunk venni vizet is, de már azt sem fogok venni, mert felfúj. Na, ez itt az előszoba, ahol mindenki jár. Mindenki jár. És én, csak én takarítok. Látod, milyen dögös kabátot kaptam? Kinézek, mert meglátják, hogy magamba beszélek. Látod, ez a izé milyen, nem farmer, ez milyen bőrkabát. Ezt meg 100 forinté vettem, ezt a bundát, képzeljétek el. Ja, ez meg én vagyok. Itt van Rolikának meg, vagy Rolikának, igen, mert már Dominika nem lakik itt, a izéje. Mondja, csak a, mi ez, az autó tisztítója. Amúgy itt festeni kéne, csak mivel Rolika is megy el, nem tudunk festeni, érted? Úgyhogy, hát ez van. Ez a fürdőszoba, hát itt is, érted? Hát ez el van avulva minden, látjátok? Az a kendő nem koszos, csak a csikok úgy vannak benne. Hát azok a szennyesek. Látod? Itt vannak a karácsonyi dolgok, a budiba betéve. Igen, hát az ágy alá nem néztem, de ott van betéve a karácsonyfa. Látod, itt van az autóm ott a... Hát ilyen elavult, ilyen ócska. Én ócska, de nekem jó, érted? Az ágy alatt van, igen, a izé. Mondjad csak. A három fenyőfám. Hát mi van abban nevetséges?
na nézd meg, látod, ez a Nikié, meg a Dominikáé, a Rolikáé, meg a Karcsié. Én szépen így gyűjtögetem nekiek. Látod, így gyűjtögetem. Látod, ez, látod, hát most egyedül vagyok, olyan jó érzés, hogy egyedül vagyok. Látod, itt vannak a poharak, csikák, meg tele vagyok, nincs helyem, értitek, nincs helyem, az ott a tárca. Hát meg tudjátok, nyitva van ablak, minden, és itt percenként porolni lehet, főúton lakunk. Látod, ezeket használom, látjátok? Ezeket használom. Igen, muszáj cukor, mert bepőztöléshez kell. Igen, hát a főzőfülke is nagyon elavult, megmondjam, de nekem jó. Ez a hűtő, ami rossz, nézd meg, figyeld, ott van alul meg izélve, meg eszkábálva. Az a macska kaja ott. Látod, itt én már ennyit bepőztöltem, látod az uborkákat. Látod, itt az a már úgy ezt le kell festeni, vagy nem is tudom. Hát ez van, ezt kell szeretni. Látod, hát fényképen jó, érted, egy kis